tojáspatkolás ugye az egy érdekes mesterség. Itt van egy pár darab, amit meg lehet nézni, készen is van. A valamikori minták, amik a tojásra kerültek, azok ólomból készültek. Csak az ólommal az a baj, ugye, hogy az mérgező anyag, és hogyha az ember elég sokat dolgozik vele, akkor nem lett a legegészségesebb. És ezért én cint használok, abból készítem, de van, hogy igény szerint, hogy részből is csinálok veretet. A vereteket azt mind én vágom ki, én kalapálom meg, én készítem el, én hajlítom rá a tojásra, és a szegeket is, mert a patkószeg, ez a fajta patkószeg, ez nem kapható a boltba, hogy nem lehet megvásárolni. És mikor utána néztem, ezelőtt egy olyan 12 éve körülbelül, én akkor csináltam az első patkótojáskat, akkor kiderült, hogy ez olyan titkos recepttel készülnek, hogy van benne kicsi ilyen fém, és kicsi olyan fém, és hogy jó, és hogy így, hogy úgy, majd aztán a fiam megtanulja. Én bementem a vízigászerelő boltba, és megvettem a cint, és kipróbáltam, és tökéletesen működik, tehát nem kell nagy dolgot varázsolni. A szegeket azt általában ezen a kis hüllőn csinálom, kis kalapás kis hüllő, kihúzok egy darab ilyen színező drótot, és akkor ezt kilapítom. És ezt, amikor egy bizonyos laposságot elítom, akkor elvágom, levágom, és ebből már eleve két patkószeg fog lenni, mert ezt hosszan átlúsom, míg elcsipem. És akkor lesz két fél, amit tovább kell még alakítani, az még nem jó. Még vékonyítom. Így. Megmozgatom, meghajlítgatom, hogy ez jó formája. Akkor kialakítom a fejét. Ez annyira puha, hogy fogóval lehet formázni. Ügyesen meg megfejeljük, hogy legyen meg a patkószeg feje. És akkor a fölösleges anyagot, ami lesz a szegnek a szára, azt szépen még levágom róla. Azért, hogy a tojásba is ne csináljunk nagy lyukat, ne kelljen nagy lyukat csinálni, és a mi veret rákerül abba is, nagy legyen az esztétikus is, mert ne legyen nagy otrombaság. Ez amikor megvan, akkor kicsit késsel így megszoktam hántolni, hogy a sora vagy egyéb ilyen oda nem kívánkozó dolgok lejöjjenek. És akkor így készül el egy patkószeg. Tojásra való patkószeg. Na. A patkót az pedig ilyen rúdból szoktam, ezt lehet vásárolni, szoktam kivágni, elkalapálom, kivékonyítom, és akkor amikor ilyen formásra kikalapálom, szintén üllőn, a végeit behajlítom, ahogy a patkónak is a sarkai majd be lesznek hajlítva, és ezt ügyesen az ülőnek itt a hegyin, csőrin ráformázom. Ez ilyen, akármilyen formát fölvesz, de ez nem gond, mert itt oda lehet ügyesen. Tehát akár, ha nyomom össze is, oda lehet gyurmázni, ahol kell. Tehát majdnem úgy, mint a kovács, hogy készíti, csak ugye kicsibe. Hát valamikor ezeket a patkótojásokat a kovácsok készítették, mikor a kovácsinas elvégezte a kovácsmesterséget, akkor ilyen virtuskodásként terjedtek el, hogy meg tud-e patkolni egy tojást, mennyire ügyes a keze, mennyire áll rá a szeme keze, ne törjön el, ugye a lólábánál is, nem mindegy, hogy patkószeget hova
üti fel, hova megy bele, hogy ne menjen bele húsba, csak a körömben maradjon. Na, és ez amikor megvan, akkor van egy ilyen tojás kaptafa, és arra szépen rá szoktam kalapálni, mert hogy ez így még nem fekszik rá a tojásra, hanem rá kell oda. Dolgozni. Ha nem épp a legjobb, akkor egy kicsit kell rajta állítani. Bármelyik irányba, ugye puha anyag elég jól formázható, jól alakítható. És amikor a nagyja megvan, akkor rá szoktam próbálni a tojás felületére, hogy lássam, hogy ott hogy áll, hogy illeszkedik. Volt már olyan, hogy így addig nyomogattam, hogy benyomtam a belibe. Na. És akkor ez, ha megvan, akkor szoktam kifúrni. Ezen már van egy lyuk, hogy hamarabb legyen. Kicsit meg bizgiráljuk. És akkor a tojáson bejelölöm, hogy hova jön a lyukat hol kell kifúrni, és tőle egy bizonyos távolságra még egyet, ahol ki fog jönni a szegnek a vége, patkószegnek. Ezeket lehet úgy is felvinni, tehát a lyuknak tehát a patkóba lévő lyukakat, amikor felrajzoljuk, akkor a szegek kijönnek, azt úgy is fel lehet vinni, hogy külön mintát adjon. Tehát itt, ha megnézzük a patkónak a belsejébe, akkor ott a szegek formáznak, mint egy olyan kis virágocska jő neki. És akkor van egy ilyen speciális eszköz, amit én gyártottam. És ebben egyszerűen csak ráteszem a tojásnak a hajára, és megnyomom. Így. És akkor lesz egy pici-pici lyuk, mert a másik helyen is. És van egy ilyen kerek reszelő hegyes, és ezt szépen így forgató. Megcsinálom a megfelelő lyukat. Minden egyes lyukat így előkészítek. Vagy előfúrok. Megnézem, hogy elég vastag-e, tehát hogy belefér a szeg. És amikor ez megvan, akkor van egy ilyen kis kampó. És ezt bele kell ide ügyesen helyezni, és a lyuk körül, mert van a tojásnak ugye a belső felén van egy olyan hártya, és azt a hártyát ügyesen letakarítom azért, hogy amikor a szeg megy be, akkor sokszor az van, hogy ha nincs a hártya kitakarítva, akkor eldugja a lyukat, és nem jön ki. És annyira nem kemény maga a szeg, hogy a hártyát átszakítsa, és sokszor van úgy, hogy elhajlik. Na. Ez amikor megvan, akkor veszek egy szeget, ügyesen. És ilyen érdekes formára, ilyen formára meghajlítom, hogy egyik lyukon be, és a másikon tudjam kibújtatni. És oda szoktam próbálni, hogy nagyjából találjon. Akkor jön a patkó rá, vagy a bármilyen veret, be a szeg, és akkor túlfelől ügyesen ki. Ezt így megcsipem, hogy ne mozduljon el, és akkor van egy ilyen csipesz, ami ki van hegyezve, és akkor ebben szépen egyszerű rátűröm, utána ezt kiegyenesítsük be, megy végig, tehát annyira, hogy feküdjön rá, és akkor szépen itt a többit kell kicsalogatni, de vigyázva, hogy ne szakítsa itt által a tojásnak a falát. Ez elég macera dolog, de egy idő után az ember, hogyha sokat gyakorolja, akkor megtanulja, hogy mennyit lehet húzni, mennyire lehet rányomni. És akkor a fölös végét azt levágom. Nem kell oda. Ezt rányomom a tojásra, ügyesen, hogyha valamerre kell fordítani azért, hogy
az mintát adjon a szegeknek, a fejt is oda lehet fordítani. És akkor egy picit még így össze szoktam nyomni, húzni, hogy feszítse meg. És akkor így kerül rá a szeg, így fogja rá a veretet a tojásra. Hát majdnem ugyanaz a technika, mint a ló patkolásnál is, hogy egyik helyen vesz, másik helyen vissza is ráhajt. Tehát ezt hívják tojáspatkolásnak. Spatkó tojásnak, mert van patkós tojás is, de ott nem ezzel a technikával rögzítik, hanem egy hosszú szeggel beszegelik a tojásnak, megfúrják a falát, és akkor ahol rögzítik, különböző irányba szúrják be a szegeket, és akkor azt fogja meg. Vagy láttam olyat is, hogy a másik oldalra vele szembe ugyanúgy egy patkót felfognak, és akkor át van. Tehát a tojáson hosszan meg keresztbe megy a szeg, a rögzítő szeg. A tojás az persze előre ki van fújva, tehát ki van pucolva, tehát csak maga a tojásnak a haja van, nincs bél benne, béllel nem lehetne megcsinálni. Tehát se fűtte, se nyerse. Liba tojásokat patkolok inkább azért, mert hogy ezek látványosabbak, tehát nagyobbak. A fehér is a tojás jobban mutat rajta a veret. De volt már, hogy stucs tojást kellett megpatkolni. Itt ugye kacsatojás van, ami meg van patkolva, az is egy hagyományos, tehát az ilyen sarkantyús tojások, ezek is visszatérő motívum, tehát a patkó az egyik visszatérő motívum, azt úgy is szokták tenni a tojásra, hogy a tojás ahogy áll, hogy a patkó az fölfele kerül rá, azt mondják, hogy az itt teszik fordítva, hogy a szerencse hújjon be, a patkóval fogja ki.